Sziasztok, köszöntöm az Egyetem TV nézőit a Napfel legújabb adásában. A mai vendégem Horváth Anna, aki részt vett a Girls Next Door nevezetű projektben, és ezzel kapcsolatban jött megosztani velünk a tapasztalatait, illetve beszélgetünk a női szépség rejtelmeiről, illetve az önelfogadásról. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is nagyon köszönöm. Először akkor szerintem mesélj kicsit arról, hogy mi is ez a Girls Next Door. Tudom, hogy nem vagy az alapítók között, de hogy hogyan találtál erre rá, vagy hogyan találtak rád, és miért fogadtad el a meghívást? Én Instagramon találtam ezt a projektet. Igazából eredetileg követtem a fotóst és a stylistot is. A stylist lány Kovács Bogi, és ilyen vintage és használt ruhákat válogat és ad el, és nagyon király dolgokat szervez. A másik lány ugye Sutus Fanni, ő a fotós, és igazából azt hiszem, hogy rá pont a Bogin keresztül találtam, mert hogy volt valami ilyen fotózásuk, valami közös, ahol ugye Bogi volt a stylist, és nagyon megtetszettek Fanninak a fotói, és amit bekövettem, és végül mind a kettőknek az oldalán láttam ezt a meghívást, ez körülbelül úgy szólt, hogy lányokat keresnek minden korcsoportból, nem kell modellnek lenni, viszont egy ilyen női személyközpontú projektet szeretnének létrehozni. És igazából én azért csatlakoztam, mert az előtti pár napban ezt megláttam, ezt a felhívást, láttam egy ilyen hirdetést Instagramon, hogy legyen modell, és hogy ott voltak az elvárások, hogy minek kell lennie, szóval hogy kell kinézni egy modellnek, és eléggé földítettem rajta magamat, mert így belegondoltam, hogy én azért magas vagyok, meg vékony, meg nem tudom, de még az én testem sem nem megfelelő arra, hogy modellkedjek például, és hogy ez mennyire gázos, hogy annyira sok ember nem fér bele ebbe a kategóriába, meg ebbe az elvárásba, és igazából ez volt a fő ilyen kis fenékberúgás, ami így elindított, hogy igen, akkor igazából szeretnék egy olyan projektbe részt venni, ahol egyáltalán nem attól, vagy nem az a múlik az, hogy részt tudok-e venni, hogy milyen a testem, vagy hogy nézek ki, hanem egészen más dolgok kerülnek előtérbe. Igen, amúgy ezt abszolút megértem, tehát én sokat foglalkoztam így Instagram influencerekkel, és bár én a szöveggel foglalkoztam, feltűnt az, hogy mindig egyszerűen tökéletesek a képek, és hogy ahogy felkelnek, rögtön sminkben, belőtt hajjal, és ez nagyon destruktív, főleg olyan szempontból, főleg a fiatalokra nézve, akik még identitáskeresőek, vagy esetleg kicsit pszichésen problémájuk vannak, vagy hasonlók, de nem is muszáj ez, hogy valakinek problémája legyen, mert hogyha folyamatosan ilyen impulzusok érik, akkor azt hiszi, hogy ez a normális. És gondolom ez miatt is jó ez a projekt. Hát ez egy abszolút hiánypótló projekt. Szerintem Magyarországon semmi hasonló nincsen, ami ilyen testpozitív, és ilyen mindenféle nem standard szépséget elfogadó projekt lenne, és igen, ez is nagyon fontos, hogy annyira nyíltan tudtunk beszélni mindannyian igazából a saját utunkról, a testünkkel, és azokra a dolgokra is egy csomó szó volt, hogy mi milyen kritikákat kaptunk a testünkre, amik így befolyásolták az én képünket. És hogy nézett ki ez az egész? Volt egy fotózás, és ezen felül? Hát ez ilyen több lépéses dolog volt igazából. Ugye jelentkeztünk, és akkor kiválasztottak, és volt egy fitting, egy ilyen konzultáció. Ezelőtt még azt hiszem kaptunk egy ilyen kérdőívet, hogy milyen ruhákat szeretünk hordani, miért nem, milyen színeket, mit szeretnénk kipróbálni esetleg. És ugye ezután volt a fitting, a konzultáció, ott Bogi mutatott néhány ruhát, amit így kiválasztott, hogy így azt gondolt, hogy így jó lenne. Aztán, ha azok nem tetszettek, akkor még voltak egyéb lehetőségek. És ezután volt egy külön napon a fotózás. Az enyém az így pont elmaradt, mert esett az eső. Úgyhogy az egy héttel később volt, azt hiszem, mint ahogy eredetileg lett volna. És hát ott ugye volt először sminkelés, és akkor még én kaptam még egy szettet, amit így Bogi időközben kitalált, hogy az így esetleg jó lenne. Arra rábólintottam, hogy igen, azt is elfogadom, és korábban is lefotóznak. És
Aztán a fotózás végén volt egy ilyen interjúszerűség, igazából ezzel a témával kapcsolatban, és azt levideózták. És akkor erre bárki jelentkezett, hogyha jól értem? Hát ugye több mint 100-an jelentkeztek, úgyhogy azért nyilván ki kellett válogatni, hogy ki tud részt venni, mert sajnos nem végtelen az ő kapacitásuk. És hát még lesz ugye ezen túl is különböző kis apróbb projekt. Például most lesz egy olyan, hogy a legfeltettebb test titkom, és így anonim vagy arccal ugye fel lehet vállalni ezeket a titkokat, és így el kell küldeni a Boginak az e-mail címére. És azt hiszem lesz még másik projekt is, de ezt most nem jut eszembe, a weboldalon megtalálható minden. Úgyhogy igazából sok mindenkinek van lehetősége részt venni. Akkor nekem az nem teljesen egyértelmű, hogy akkor ennek az egész projektnek a célja az, hogy fogadjuk el magunkat, ugye? Tehát, hogy így... Röviden. Hát igen, és akkor ezek a fotózások, ezek is arról szólnak, hogy próbáljuk meg így a negatív oldalunkat is elfogadni, vagy az, hogy találjuk meg azt, hogy mi az, ami nekünk a legjobban áll, vagy mégis ezt a részét kicsit szerintem tisztázzuk le, hogy ez hogy is néz ki, mert mondjuk nekem az egy kicsit ambivalens, hogy írták, hogy azt is megírhatjuk, hogy szeretünk sminkelni, hogy nem tudunk, és például én nagyon ilyen anti-sminkelő vagyok, és nagyon nem szeretem azt, hogy ennyire nyomják azt, hogy folyamatosan sminkeljünk hétköznapokban is, meg hogy sminkeljünk úgy, hogy ez ne látszódjon is hasonlók, hogy például szerintem ez is egy fontos dolog lenne, hogy megértessük a lányokkal, úgymond, hogy smink nélkül is szépek. Ó, persze. Egyébként, hát ez nem jött le abból, amit eddig mondtam, de nagyon ilyen testpozitívak tényleg, így mindannyian. A sminkes lány is van egy ilyen kedvenc momentum az egészből. Azt mondták, vagy ő azt mondta, hogy így ő alapvetően modelleket sminkel, ugye rendes modelleket, és hogy amikor minket sminkelt, akkor így annyira elcsodálkozott, hogy mennyire gyönyörűek vagyunk mindannyian, annak ellenére, hogy nem vagyunk modellek, ugye? És ez szerintem így összefoglalja az egészet. Ő egyébként alapból azt gondolja, hogy azt vallja, hogy nem kell a sminknek eltakarnia semmit, hanem inkább az előnyös, a szép, a magunkon szeretett dolgokat kell, hogy hangsúlyozza. Egyébként rám például nem tett annyira sok sminket szerintem. Jó kék volt a szemhéjem, de hogy így kis pirosító, meg ilyesmi, és így magamat láttam az egészben, és pont ez volt a lényege is a fotózásnak, hogy magunkat lássuk, úgy, ahogy szeretjük magunkat látni, és igazából ne eltakarva, meg ne valami teljesen más közegben, vagy ilyen kontextusban. Hát ezt örülök, hogy elmondtad, hogy így legalább ezt letisztáztuk. Akkor ugye a weboldalon tájékozódhatnak még, illetve az Instagram oldal, ami még egy ilyen külön kis platform, ahol láttam, hogy a gondolatokat is megoszthatjátok. Igen, rengeteg minden van. Akkor köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy ezeket elmondtad. És köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak. Tartsatok velünk a következő epizódban is. Sziasztok!